Az Országos Magyar Kisebbségi Önkormányzat azokat az intézményeket emelte ki, melyek a közösség kultúrájának fennmaradását jelentik. A városoknak és a községeknek a nemzeti tanácsokról szóló törvény értelmében kötelességük ezt tudomásul venni, és az MNT-t társalapítóként elfogadni. Szabadka, Nagybecskerek és Újvidék önkormányzata azonban hónapok óta nem tett eleget ennek a kötelezettségének. Hogyha úgy dönt a Magyar Nemzeti Tanács, hogy bizonyos kulturális intézmény, ami, mint már mondtam, fontos a magyar kultúra megőrzése szempontjából, kiemel, majd kéri annak alapítói jogainak átruházását, akkor egész egyszerűen az önkormányzat köteles ezt megtenni. Ez sokszor félreértelmezik a törvényt, mert úgy fogalmaz a törvény, hogy az megteheti. Hát addig teheti, tehát megteheti, amennyiben mi nem kérjük, akkor nem teheti meg. De ha mi kérjük, hogy tegye meg, akkor neki azt meg kell tenni. A társalapítói jogok részbeni átruházásával az MNT lehetőséget kap arra, hogy véleményezze az igazgatóbizottsági tagok kinevezését. A törvény szerint a pénzelés továbbra is az önkormányzat feladata. A tartományi ombudsman február 29-i állásfoglalása alapján törvényt sértenek az önkormányzatok azzal, hogy akadályozzák a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségűvé nyilvánított intézmények társalapítását. Ezek nem szankcionálható, tehát nem követtek el úgymond a büntető törvény szerinti bűnöket. Egész egyszerűen jogsértést követtek el, tehát nem tartják be a törvényt, és ha ezt egy önkormányzat megteszi, akkor bizony el kell gondolkodnia azon, hogy ez így rendben van, vagy nincs rendben. Az érintett önkormányzatoknak, Szabadkának, Nagybecskereknek és Újvidéknek az ombudsman ajánlása nyomán még bő egy hónapjuk van, hogy a törvény szerint járjanak el.